Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Az év végén a Mózes második könyve 14. részéből olvasok fel egy ige szakaszt. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak. Te pedig emeld fel a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsiján és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábor előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő feloszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. A kivonulás történetből olvastam fel egy részletet, nagyon furcsa. Időben és térben, vagy földrajzilag a legrövidebb az lett volna, ha észak-keletre megy Izrael népe. Viszont Isten feloszlopa és tűzoszlopa Mózesen keresztül őket egészen más irányba vezette, dél-keletre, ellentétes irányba. És felteszem meg a kérdés, hogy miért. Ráadásul a vörös tenger partjához vezett őket Isten. Éppen ezért Izrael beszorult a vörös tenger és az őket üldözőbe vevő egyiptomi hadsereg közé. Azt is mondhatnám, hogy Izrael beszorult a jövője és a múltja közé. Itt vagyunk most az év végén, és ilyenkor akarva akaratlan is szeretnénk számadást készíteni, szeretnénk visszatekinteni, ugyanakkor tele van az életünk rengeteg kérdéssel, kérdőjellel a jövőt illetően. Mit hoz a jövő? Merre tart a világunk? Annyiféle rémtörténetet hallunk globális felmelegedésről, földrengésekről, katasztrófákról, háborúkról, esetleges harmadik világháborúról. Tele vagyunk kérdésekkel. Ott vagyunk a jövő és a múlt szorításában. Előttük ott van a vörös tenger, ami nem tudnak átkelni, mögöttük ott van Egyiptom, az akkori katonai birodalom high-tech hadserege, egy rabszolga nép a jövő és a múlt szorításában. Mögöttük van a rabszolgaság, 430 év nyomorúsága, megölt gyermekeik, rabszolgaság. És kétségbe esnek, úgy érzik, hogy nincs tovább. Azt mondják, ha előre megyünk, belefulladunk a tengerbe. Ha hátra megyünk, ledarál minket az Egyiptom hadserege. Olyan sokszor vagyunk mi is benne a múltunk és a jövőnk szorításába. És a mai ige arról szól, hogy mit tehetsz azért, hogy lezárd a múltat, és egy reményteljes jövő jön meg előtted. A zsidók elkezdtek zúgolódni, és azt mondták, hogy belefulladunk a tengerbe. Azt mondták, megölnek minket az egyiptomiak. Isten pedig készített megoldást. De az első lépés az volt, hogy volt egy kínos és kemény éjszaka, amikor farkas szemet kellett nézni a múltra. Még nem nyílt kettő vörös tenger, ott voltak a nyomukban az egyiptomiak, de Isten nem engedte őket, a felső tűzoszlopa megakadályozta, hogy bármi kárt tegyenek bennük. És Izraelnek volt egy éjszakája, amikor farkas szemet kellett nézni a múltra. Szembe kellett nézni a rabszolgassága, annak minden kínjával és keservével. Hadd mondjam azt neked, kedves nézőm, hogy Isten készített egy helyet, ahol szembenézhetsz a múltaddal. A Golgotai kereszt, a múlt és a jövő metszéspontja. Egyetlen hely, ahol le tudod rendezni a 2018-nak a bűneit, a mulasztásait, ahol leteheted ennek terhét. És csak azután nyílhat meg előtted a tenger 2019 felé, ha lezárod a múltadat. Nem menekülhetünk el a múltunk elől, szembe kell vele nézünk. Amikor szembenéztünk és letettük a kereszt alá, és megvallottuk a bűneinket, csak akkor nyithatja meg előttünk Isten a jövőt. És Izrael, amitől félt, az lett az életük. Azt hitték, hogy megöli őket a tenger, ehelyett a tenger mentette meg őket. De ketté nyílt a vörös tenger, és amiről azt hitték, hogy a haláluk, az lett az életük. Úgy is mondhatnám, hogy belegyalogoltak a saját halálukba, és ez mentette meg őket. Mert amikor átkeltek a vörös tengeren, követt őket az egyiptom is, hadsereg, és akkor kijöttek a tengerből, a tenger összezárult,
és onnantól kezdve múlt időbe került a rabszolgasság. Istennek van hatalma legyőzni a bűnünket, a múltunkat, a démonainkat, amik üldöznek minket, a kereszt győzelmében. És ha Istennel zárod le a múltadat, ő ad neked reményteljes jövőt 2019-re is. Amen.